Sziasztok! A mai videóban 10 érdekes kérdést hoztunk el nektek, amelyekre az emberek többsége nem tudja a helyes választ. Próbáltunk olyanokat összegyűjteni, melyek a mindennapjainkra is hatással lehetnek. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, hogy legközelebb sem maradjatok le a hasonló videókról. Következzen hát a 10 kérdés és a 10 válasz. A paradicsom gyümölcs vagy zöldség? Valójában mindkét verzióra van magyarázat. Tudományos szemszögből nézve a paradicsom gyümölcsként tekintendő. Ezt azzal magyarázzák, hogy a paradicsom a gyümölcsökkel megegyező módon terem és tartalmaz magvakat. Ezzel szemben a konyhában és a mezőgazdaságban zöldségként tartják számon, mivel nem édes és főleg sós ételek készítéséhez használják. Miért pont tusolás közben születnek a jó ötletek? Erre a válasz igazán egyszerű. Tusolás közben semmire sem kell koncentrálnunk, teljesen ellazulhatunk. Ennek köszönhetően az agyunk szabadon elkalandozhat, és így kreatív gondolatok születhetnek. Miért viseltek szemkendőt a kalózok? Sokan gondolhatjátok úgy, hogy a kalózok azért viseltek szemkendőt, mert az egyik szemük sérülést szenvedett. Nos, akár ez is előfordulhatott, viszont nem ez a fő magyarázat. Biztos veletek is előfordult már, hogy miután a nyári napsütésből bementetek a szobába, egy rövid ideig nem láttatok jól, minden sötétnek tűnt. A kalózok ennek megelőzése érdekében viselték ezt a kendőt, így ha a hajó alsó fedélzetére mentek, ahol rossz volt a megvilágítás, levették a kendőt, és azzal a szemükkel azonnal jól láttak sötétben is, hisz a szemük már hozzászokott, míg a másik szemnek percekre lett volna szüksége, hogy átálljon a sötét fényviszonyokra. A forró ital valóban lehűt minket? Bármennyire is furcsán hangzik, a válasz igen. A forró ital elhiteti a testeddel, hogy még melegebb annál, mint amilyen valóban. Emiatt a test izzadni kezd, mely hűsítőleg hat. Tehát ha a közeljövőben egy futás után felszeretnétek frissülni, akkor a tudomány szerint nem egy pohár hideg víz, hanem egy forró bögre tea lehet a megoldás. Miért hívjuk a hamburgert hamburgernek? A ham szó angolul sonkát jelent, a hamburgerek többsége ellenben nem tartalmaz sonkát, sokkal jellemzőbb alkotó eleme a marha húspogácsa. Az elnevezésnek valójában semmi köze az összetevőkhöz, sokkal inkább a származási helyével van összefüggésben. Ezt a finomságot Németországban, Hamburg városában hozták létre, a marha húst kilapították, megfűszerezték, és így elkészült az úgynevezett hamburgi steak. Ezt két szelet kenyér közé tették, és már készen is volt az ínyenség. Ez volt a mai hamburgerek őse. Miért lesznek ráncosak az ujjaink, amikor sokat vagyunk vízben? Egyesek úgy gondolják, hogy azért lesznek ilyenkor ráncosak az ujjaink, mert a bőrünk felszív egy kis vizet. Ez logikusnak tűnhet, azonban a valódi ok teljesen más. Ezek a ráncok azért jönnek létre, hogy a víz alatt jobb tapadást biztosítsanak számunkra. Befolyásolja-e az intelligencia szintünket a fejünk mérete? Egyáltalán nem. Tanulmányok arra az eredményre jutottak, hogy ugyan létezik összefüggés a fej és az agy mérete között, viszont ennek semmi köze ahhoz, hogy egy adott személynek mekkora az IQ-ja. Miért van szemöldökünk? Amellett persze, hogy szemöldök nélkül elég furcsán néznénk ki, természetesen nem esztétikai okok miatt fejlődtek ki. A szemöldök egyrészt segítséget nyújt a beszéd nélküli kommunikációban, illetve fő feladata, hogy megakadályozza, hogy a homlokon megjelenő izzadság a szemünkbe jusson. Erre azért van szükség, mert a szembe kerülő verejték ideiglenes látáskárosodást is eredményezhet. Honnan származnak a fóbiák? Számtalan fóbia létezik, leggyakoribbak a kis terektől, a magasságtól vagy a pókoktól való félelem. A fóbiák nem feltétlenül az élet folyamán alakulnak ki, tudósok szerint genetikai eredetűek is lehetnek. Emellett még kialakulhat fóbia akkor, ha átélünk egy eseményt, ami mély nyomot hagy bennünk, de akár akkor is, ha csak hallunk valamit. Erre tökéletes példa, ha egy lezuhant gépről olvasunk. Ez elég lehet ahhoz, hogy az adott személy félni kezdjen a repüléstől. Ha magadban beszélsz, őrült vagy? A válasz nem. Bár sokan őrültnek titulálják az ilyen embereket, ezt legtöbb esetben tévesen teszik. Sokszor a legnagyobb tudósok beszéltek magukban, annak érdekében, hogy jobban megértsék a gondolataikat. Ez tehát azt jelenti, hogy akik magukban beszélnek, előfordulhat, hogy nagy tudású emberek.
Ezzel a lista végére értünk. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, ha szeretnétek folytatást. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!